világbajnokságot, gyakorlatilag ötös fürdőn a drágmárkát ismerem. Kívülről, a nőként nem feltétlenül, az mindig ilyen nagyon leszorítják. Mindegyiknek akkora merre, mint az enyémben, hogy ezt hogy csinálják, azt nem tudom egyébként. Ilyen hihetetlen leszorítják a fürdő ruhában, de azért azt nem tudják, a csomagot annyira nem lehet leszorítani. Igaz, anyuka, láttál valamit, mert ő lesz szerelmem? Egyfolytában figyelem. Melyik? Egyfolytában figyelem? Mint a fürdőn a drágot, olyan vizsgálatát. Édes szerelmem. Na mindegy, jó, olyan vége van, sajnáljuk ezt a dolgot, úgyhogy jó lehet volna még egy darabig nézni. Te mit láttál belőle szerelmem? Szépen ki van húzva a szemed alul, csak csokolát. Nem húztál beszélek, hanem a picsihez, csokolát. Van olyan ember, aki még nálad is kisebb, látod? Na, édes szerelmem. Te mit láttál ebből a tengétből, Csilla? Sok húztam a drágot. Te is sok húztad a drágot, ha jobban megkapod akkor. Na, szerelmeim az úrban, mielőtt elkezdünk a más felettek szárta a szubra csoport műsorában, mindenképpen el kell mondanom, hogy minden valahára a Captain Morgan száműztük a tapjós italok sorából, mert holnapja Captain Morgan volt, úgyhogy gin tonic van, szerelmeim, tessenek fogyasztani a gin tonicot. Hatott egy picit, ugye tegnap mondtam, hogy hát az azért nem biztos lebarterezik, hogy pont egy hónapja a Captain Morgan akcióban. Úgyhogy ma váltottunk gin tonic, csodálatos gin tonicra. Ki szereti a gin tonicot? Te már ihat, Csilla? Vagy már 18 éves? Nagyon örülsz neki, de hogy vagy már annyi, Csilla? Hát persze. Melyikben átnézek, akkor mondjuk egy erős 8 általános gyakorlat, te most hallottál. De nem, akkor már idősebb vagy, ugye, Csillagom? Na jó, hány éves vagy szerelmet, ki nem mond. Na, szóval Csintoli. Itt van a kisterem, de akkor lehet egy Csabi vár mindenkit nagyon sem szeretete. Egy kupica vodkával és valami egészen más zenével, mint ami itt tesz, hogy tessenek azt is kipróbálni. Mit kell még elmondanom, várjatok szerelmeim? Van szülinaposunk, drága barátaim! Valentint várjuk a színpadra, sok szeretettel egy nagy taps kísérletében! Gyerekség, ide gyere, mert erre a fülemre hallom szívem, csokorra! Ezt tavaly is elmondtam, mert valószínűleg tavaly is rossz helyre álltál szerelmem, azért! No, de elmondtam, ki az, aki ismeri Valentint? Mint egy négyen, úgyhogy akkor azért is egy pár szóba, bemutatjuk ezt a drága gyönyörű embert, meg azt láttam, hogy van akit mennyasszonyok is, őket is csókoltatjuk a rábúcsújúban, akkor mindenképpen csak nekik nem kell fejelni. Nekik már lesz férfi striptease. A Valentin fog levetőzni. De ha nem, akkor majd én.
Ez az utolsó meccsre, ez olyan történt, hogy nem szokott, hogy senki állt, majd a taxis hazafelé. De nem, tehát... Én nem gondoltam, hanem a taxisokról. Na, drága Valentina, árulj el a nagy érdemenek időt, drága, hogy mivel foglalkozol, amikor nem világok vagy. Ápoló, még te nem mondasz, hogy mint tavaly, azért tudjuk, hogy évek óta itt ünnepelt, de hogy mert a többiek nem tudják, hogy te tavaly is itt ünnepeltél, tehát ápoló, és kit ápolsz? Rendben, te neked, lassan nekem is szükségem lesz a... Lassan nekem is szükségem lenne egy alapos ápolásra. De nem tudom, hogy milyen órabérrel dolgozol, Csilla? Hát igazából nem azon a napi bérrel. Nagyon fizetek egy egész napot, mert nekem elég egy 20 perc is, ami ápolna. Például a faszom, meg kezdődik a döntőtudat. Tehát, hogy vagy a barátok között, valami kezdődik, hogy előtte egy kis ápolása túl. Mi a napi díjcsillag? Mert azt mondjuk, hogy nem Magyarországon vagy ápoló, hanem Ausztriában, hogy fél napi díjat fizetnek ezek a büdös rohadt kapitalista, hagyatló nyugati osztrákok. 100 euró? A Bennett Romeo-n is van ilyen 100 eurós. Bár az nem napi díj, az óra, miért csak jelzem akkor. Úgyhogy és az is hát egyfajta ápolással a dolgokkal. De hát rólad ért nem is feltételezzük, Csillag. Felélem, ahogy tudod, hogy a kis nadrágja, akár még simán elkérhet, nem is óra egy 200 eurót. Na szerelmem, van-e most pasi? Ő volt tavaly is, vagy nem? Tavaly is ő volt. Még ez a faszom hűség, gyerekek. Hát együtt vagytok, Csillag. De mondjuk egy picit könnyebb, hogy ő kimala Ausztriába ápolt, de meg itthon. Tehát így összeveszi, hogy ő is kint dolgozik? Nem, ő itthon dolgozik. És milyen sűrű meg itthon? Minden hónapban ki. Szegény, mert mindig így megy hátrát, gyere vissza közébe, hogy jól látsz, hogy igen? Hát hamonta két hetet. Amonta két hetet dolgozol? Hát akkor nem izzadsz vele nagyon jól van. Én értette két napot, de hát ez vagy. Ez így van teljesen egyért. Aztán ők el, hogy jelenleg, hogy hány éves lettél te ma? Egyet, több mint a meg. 21 éves! 21 éve egyet, amit tavaly fogalmam nem volt, hogy tavaly hány éves vagy. De most már mondjuk, hogy egy évet tavaly. Na, drága, szerintem, hogy énekelünk hangosan. Szépen magyarul én. Na megnéztem, hogy mit kaptál a játékot szerelmem, de nem pontosan értem, mert kaptál egy ilyen gyönyörű üdvözlőkártyát, amit persze elolvastam, mert mindig ezt szoktam olvasni, hogy mikor. Hát ez a csupa ilyen kuszéke, egy csöpögés, és hogy hát hihetetlenül fogad sok szeretettel ezt a hatalmas ajándékot, hát ehhez képest egy ilyen... Ehhez képest, mint egy ilyen 80 forintos sokolátéban kell, és ez hatalmas. Valentin születésnapod alkalmával fogad tőlünk nagyon sok szeretettel ajándékokat. Kívánunk neked élményekben gazdag. Jó sík. Ja, hogy te azt kaptál, síkló ernyőzés. Édes faca, az nagyon jó. Soha közöttel találkozunk Valentinnal. Köszönjük el Valentintól. Nem kell síkló ernyőzés, utána én megyek rá, hogy 80 euróért ajánlják. De ez ilyen régi álmod volt, hogy lesz valami dobról? Vagy ez honnan jött ez a sikló elkezdés szerelmem? Hát akkor, jó, akkor kitettetek magatok, én nevet a kis sikló. Jó, mert akkor ezt én megeszem, jó? Szóval? Sikló elkezdés! Hát igen, mindig szerettem volna, de nem ezt kiugrani a 3000 méterről? Én sem. De nem baj, szerelmem. Egy
Egy csodálatos, hát nekem is sikerült eljutnom Balaton akaratjára 3 napra. Hát ennyi jutott a táncos fényéből, de majd talán még Fonyódra hátom, sok neki. Fonyódra el tudok menni, hogyha kapok egy kis vállalati kedvezmét a vonatjegyre. Na, kezdjük a sót, csillag! A színpadon nincs megállás, erről szól a dal, drága barátaim, hogy nincs megállás, don't stop, a két jóképű férfi ember is. Miért?